Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ehhez a kártyához nem kell sokat mondanom, ez a férfi szerelmes. Itt van egy szerelmi üzenet. A második kérdés az volt, milyenek az érzelmei. Ez a kerék mutatja a sors irányt. Itt lesznek változások. A szeme be van kötve, mint ahogy ez a hölgy mutatja itt ezen a képen. Nem tudja, hogyan tovább, milyen irányba, mit kellene megváltoztatni. Tehát ő szerelmes, de belülről még bizonytalan, hogy milyen sorsváltozás lesz itt a közeljövőben. Mivel neki ehhez idő kell, mire itt sorsdöntő változás lesz, így várakoztat benneteket, és pontosan ez a szomorúság, ami itt ezen a képen látható. A 8-as szám itt arra utal, hogy van egy ilyen húzavona, és nem tudjátok, hogyan tovább. Jelentkezik, igen vagy nem, szeret, igen vagy nem, közli ezt, igen vagy nem. És mivel itt bizonytalanságról van szó, ez elszomorít benneteket. És ha ő várakoztat, nem tudjátok, hogy higgyetek ebben a szerelemben, igen vagy sem, írjatok neki, igen vagy sem, de ha látjátok azt, hogy mi van a háttérben, akkor tudjátok, hogy mi fog következni. Ez a férfi szeret benneteket, de jelen pillanatban nem közli ezt, várakozik, amíg lesz itt egy sorsfordulat. És mivel ez egy átmeneti időszak, nem szabad, hogy sírjatok, hogy szomorúak legyetek. Itt a napi kártya azt mutatja, tegyetek valamit, ami számotokra kellemes. Élvezzétek ezt az időszakot, akkor is, ha jelenleg nélküle, de várjatok arra, hogy ő jelentkezzen. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!